nem így indult ez a meccs, hogy végén 8 góllal fogjátok megnyerni, hiszen az első 15 percben 2 gólt sikerült lőni. Mi történt ott az elején? Hát rengeteg zicsert kiadtunk, meg eladtunk labdákat, ez volt az oka főleg, hogy 5-1-re vezetett a Brest. Szerencsére a védekezés meg kapustérsen akkor is rendben volt, mert 15 perc alatt 5 gól, az szerintem egy jó teljesítmény, ami az egész mérkőzésen a kulcsa volt, hogy a védekezés kapusról jól védett, aztán a támadás is fel tudott nőni a másik fél időben meg sikerült fordítani, és onnantól fogva bedaráltuk az ellenfelet, de az biztos, hogy a kiesési szakaszban elengedhetjük meg, hogy így kezdjük egy mérkőzés, mert ott minden gólnak élethalál jelentősége lesz. The goalkeeper was the difference today. I think Bresti had 60% first half, and when we continued, because we did have good opportunities to score, and second half we scored instead of not scoring, so I think that was the difference. No, we talked about it, that we have to make the goals when we are free, and I think we created a good opportunity even in first half, but second half a little bit more chances, and this time we scored, and that's why it's 8 goal for us today. Mi volt a fordulópont? Én úgy látom, hogy amikor megszereztétek a második gólt, akkor nagyjából egy másfél percen belül jött még kettő, és azt talán így lendített a csapat szekerén. Hát természetesen nem bíztunk benne, hogy nem a végtelenség állunk egy gólon, de a helyzetek megvoltak, tényleg rengeteget hibáztunk szinte mindenki. Szerencsére nem estünk pánikba, és a szurkolók is kitartottak mellettünk, és be tudtuk tényleg darálni a Brestet, ahol akik úgy érzem a másik fődő, főleg a futósok 15 percet kicsit el is fáradtak, azért próbáltak a 7-6-ot, de a védekezés megkapus teljesen szenzációs volt. A másik fél időben azt a Veszprémet láttuk, azt gondolom, akit szeretnénk mindig is látni, vagy még ennél jobb Veszprémet is láthatunk a folytatásban? Hát persze mindig van a jobb, én bízok benne, de sose nem fog panaszkodni, hogyha itthon mindig 8 gólal nyerünk bárki ellen. Természetesen a helyén kell kezelni ezt a meccset, semmit nem értünk még el, jövő héten megyünk Kielcébe, ahol minő vagy X, de inkább győznünk kéne, nagyon nehéz lesz, de a céluk az, hogy a második, nyilván matematikai bal még az első helyre is, de a céluk az, hogy a második helyen szerepeljük a csoportban. Szerencsére most arról tudunk beszélni, hogy amióta a világbajnokságról visszajöttetek és folytatódott a bajnokság, illetve a Bajnokok Ligája, még nem kaptatok ki. Mi változott a Veszprémben, hogy ilyen jó formában lendültetek? Annak ellenére, hogy a játékosok nyilván nem tudtak pihenni a szünetben sem. Szerintem az őszi szezon végén is már jó formában voltunk, nyertünk a Löwen ellen kétszer, meg a Montpellier ellen itthon, meg a bajnokikat, úgyhogy azt gondolom, jó formában fejeztük be. Szerencsére általában a nagy csapatoknak gondot okoz az, hogy egy VB után visszajönnek a játékosok, nem tudnak adni pihenet a játékosok, de mi hamar fel tudtuk venni a ritmust, és azt gondolom, hogy jó formában vagyunk. Attól függetlenül, hogy vannak ilyen 15 percek, amiket nem szabad megengedni, de természetesen van még hova fejlődni, és kell is hova, mert most dől el, hogy sikeres lesz a szezon, vagy a csalódás. No, of course we train a lot and also watch video and we do all the preparations to get better for every day, so this is the result of hard work, and I think everyone who's in the team can say the same, and around the team, and I think that's why we're getting better and better, and I don't think we reached our highest point yet. So ugye volt már egy meccs az EF kupában, a Tatabánya játszott a Hannoverrel, és Ortega mestert interjú voltam meg a kollégám, aki azt mondta, hogy három csapatot biztos részvevőnek tart a Final Four-ra, és az egyik az a Veszprém volt, a másik a PSG, és a Barcelona volt a harmadik. Mit gondolsz, Ortega mesternek jó szeme van ez? Azt gondolom, hogy igen, de ez még nagyon messze van. Nyilván kicsit hazahúz, gondolom, a szíve, hogy itt volt, és velünk volt, sok játékos van még itt abból a csapatból, de bízom el, hogy igaza lesz. It's remain only one game in the group against Kielce. What do you think about that game, the next game? No, of course, a really tough game, away game, but it's very important for us. We can get to second place if we win there, so we're gonna fight and do everything for that, of course, but very hard game. Múlt héten Szegeden voltam, ott Balogh Zsoltit kérdeztem, hogy tetszik neki az apa szeret, most szeretném tőled is ezt megkérdezni, milyen az ifjú apáknak az élete. Fantasztikus, az a legcsodálatosabb, és hát ha megnyernénk a bajnokság kupát, meg a B-et, akkor nem leszek tehetetlen, azt mondom, hogy életem legjobb éve eddig.